Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó az októberi összegző lesz. Kicsit le vagyok maradva ezekkel a havi összegzőkkel, hiszen már december közepe lesz mindjárt, és legutoljára a szeptemberi olvasmányaimról számoltam be nektek, úgyhogy most próbálom behozni ezt a lemaradást, és összegzem az októberi olvasmányaimat. Ezek között a könyvek között volt pár olyan, amiről már volt szó, vagy egy ajánló videóban, vagy valamilyen más korábbi videóban, úgyhogy ezekről a könyvekről majd nem fogok annyira részletesen beszélni, hanem majd belinkelem az elérhetőséget, hogy meg tudjátok nézni ezeket a videókat is. Az első ilyen könyv, amiről már volt egy egész blog videó a csatornán, és ez volt október első olvasmánya. Ez nem más, mint Alice Smith-től az Ősz, amelyet közösen olvastunk Edmonddal, az Edmond könyvkuckója csatornájáról, és mind a kettőnk csatornájára készült erről egy videó. Alice Smith egy kortárs skót szerző, akinek a műveit az utóbbi években kezdte el kiadni a Magvető kiadó, és az Ősz az Évszak Quartet nevű sorozatának az első része, a nyitó darabja, amelynek a különlegessége, hogy az évszakok szerint halad majd sorrendben Alice Smith, és mindegyik kötet valamilyen szinten érinti a Brexit problémakörét, illetve megnézi a Brexit utáni Anglia mindennapjait. Ezek a történetek egyébként teljesen olvashatók különálló kötetként is, tehát maga a téma az, ami összeköti őket, és nem a történet. Egyébként a történet szál az nagyon-nagyon jelképes ebben a kötetben, szinte alig van, és sokkal inkább egy eszészerű kötet, ami mesél egy nagyon-nagyon különleges barátságról, a Brexitről, a művészetről és egy csomó más témáról. Én nagyon szerettem ezt a kötetet, nekem abszolút bejött a lírai hangvétele, és alapvetően én szeretem az eszészerű köteteket, tehát egyáltalán nem zavar, hogyha nem cselekményorientált a könyv, hanem tudok menni a témákkal, és ha ez érdekesen van előadva, akkor nagyon tudom élvezni. Ez is egy ilyen kötet volt számomra, úgyhogy nekem ez egy 5 csillagos olvasás volt. A következő két olvasmányomról is volt már szó a csatornán, méghozzá egy 1956-os ajánlóban. Októberben olvastam Spiró Györgytől a Tavaszi tárlat című regényt, illetve Galgóczi Erzsébettől a Közös bűn című kis regényt. Minden kettő az 56-os forradalomat állítja középpontba. És még Spiró regénye inkább a megtorlásra és annak mechanizmusáról mesél. Galgóczi kis regénye egy bűnügyi történet, amely közvetlenül a forradalom után, 1956 novemberében játszódik, egy vidéki kis faluban, amely nagyon közel van az osztrák határhoz, ahol egy disszidálni készülő fiatalembert találnak holtan. Én mind a két könyvet nagyon szerettem, és részletesebben mesélek róla az 56-os ajánlóban. A következő könyv, amit olvastam, és nagyon meghatározó olvasmány élménye volt a hónapnak, az egy non-fiction volt, egy memoár, és ez nem más, mint Jennifer Teague-től, a Nagyapám engem agyonlőtt volna című könyv, amely tulajdonképpen egy fekete nő küzdelmét mutatja meg, azzal kapcsolatosan, hogy felnőttként rádöbben arra, hogy a vérszerinti nagyszülei, azok milyen szerepet vállaltak a II. Világháborúban. Jennifer Teague egy nigériai apától és egy német anyától született 1970-ben, és mivel az édesanyja lemondott róla, ezért az életének első szakaszát, a kisgyerek korát, azt egy nevelőintézetben töltötte, és bár az anyja folyamatosan látogatta, és nem szakadt meg ez a kapcsolat, Jennifer mégiscsak ebben az intézetben nevelkedett. 7 éves volt, amikor örökbe fogadta egy német család, és innentől kezdve a vérszerinti anyjával is már egyre kevesebbet találkozott, és tulajdonképpen az élete mondhatni, hogy teljesen rendben jött, elvégezte az egyetemet, férjhez ment, lett 2 gyereke, de azért természetesen néha szorongásos időszakok, illetve depresszív időszakok felbukkantak az életében. Jennifer úgy nőtt fel, hogy nem sok mindent tudott a vérszerinti szüleiről, és már elmúlt 30 éves, közel volt már a 40-hez, amikor egyszer csak egy könyvtárban felfedezett egy könyvet, ami az édesanyjáról szólt, és ekkor döbbent rá, hogy az ő édesanyja valójában annak az Amon Göttnek a lánya, aki a plaszói koncentrációs tábornak a vezetője volt, és egy brutális, kegyetlen lágerparancsnok hírében állt. Ha láttátok a Schindler listája című filmet, akkor ő az a lágerparancsnok, akit Ralph Fiennes alakított, és tényleg egy brutális szadista gyilkos, akit egyébként a háború végén elfogtak és ki is végeztek. Amikor Teague kezébe kerül ez a könyv és elolvassa, teljes addigi élete összeomlik, vagy legalábbis az a kép, amit magáról gondolt, ez teljesen összeomlik,
És tulajdonképpen ez a könyv arról szól, hogy ő ezzel az örökséggel mit tudott kezdeni, hogyan tudta feldolgozni, és hogyan tudott ezen tovább lépni. A könyvben nem csak Tége szólal meg, hanem írótársa egy német újságíró, Nikolás Szelmár is, aki nagyon jó ellenpontja Tége belső vívódásainak és nagyon személyes élettörténetének, hiszen egy külső szemként, egy kívülállóként tekint erre az egészre, és emellett nagyon sok mindenkit megszólaltat ebben az ügyben. Számomra azért volt nagyon meghatározó és megdöbbentő ez az olvasmány, mert a II. Világháború borzalmairól nagyon sok könyvben, fikcióban és nem fikcióban lehet olvasni egyaránt, de amiket én eddig olvastam, azok mindig az áldozatok szemszögéből mutatták meg az eseményeket, vagy róluk szóltak, és sok olyan könyv is van már, ami ugye a II.-III. generáció meséli el a nagyszülők, szülők történetét, viszont én még egyetlen olyan könyvet sem olvastam, ahol a bűnösök leszármazottjai szólalnak meg. Nagyon szívszorító volt látni ezt a küzdelmet, ahogy Tége próbálja feltérképezni a nagyapjának a múltját, szembenézni a nagyanyjának a múltjával is, akit ő egyébként személyesen is ismert, és kialakított róla egy képet, viszont azt, amit olvasott és hallott utána róla, ez teljesen más fényben világítja meg ennek a nőnek az életét, aki egy ilyen néma cinkostársként élt tulajdonképpen a szadista nagyapja mellett. Teljesen más színben tűnik fel az anyja, akivel gyerekkorában gyakrabban, utána viszont egyre ritkábban találkozik, és tényleg megdöbbentő olvasni, hogy ő ezzel a történelmi örökséggel hogyan néz szembe, és hogyan próbálja feldolgozni, hogyan mondja el ezt a családjának, hogyan mondja el ezt az izraeli barátainak, és milyen lépéseket tesz, hogy a saját lelkében ezt az űrt megpróbálja befoltozni, és ezzel az egész történelmi örökséggel hogyan tud szembenézni, és hogyan tud tovább lépni. Ez sem egy könnyű olvasmány, de nagyon örülök, hogy a kezembe került, és elolvashattam. A következő könyv, amit olvastam, 2019-ben elnyerte az Európai Unió Irodalmi Díját, és egy moldovai szerzője van, Tatjana Tibulactól, az Üvegkert című regényről van szó. Ez a regény tulajdonképpen egy felnövés történet, amelyben az elbeszélő egy kislány, Lasztocska, aki 7 éves koráig egy árvaházban nevelkedett, majd onnan egy Tamara Pavlova nevű orosz nő fogadta örökbe, és azzal a szándékkal, hogy munkaerőre tegyen szert, hiszen Tamara Pavlovna abból élt, hogy üres üvegeket szedett össze az utcáról, kitisztította őket, és utána újra eladta ezeket az üvegeket. A történet elbeszélője Lasztocska, és tulajdonképpen egy gyerek szemszögből megírt regényt kapunk, viszont Lasztocska ezeket a sorokat vagy emlékeket már felnőttként veti papírra, és a címzetje ezeknek a visszaemlékezéseknek az ő vérszerinti szülei, akikről nem tud semmit, és sosem látta őket. A történet nagy része a gyerekkorról és a kamaszkorról szól, azokról az időkről, amikor Lasztocska már Tamara Pavlovnával él, és üvegekkel kereskednek, vagy ebből élnek. De nagyon sokat mesél Kisinyóról, hiszen a történet Kisinyóban játszódik, és valahol egyébként a rendszerváltás előtti években vagyunk, és nagyon-nagyon sok szó esik az identitás kérdésről, arról, hogy oroszul kellene tanulni, vagy moldáv iskolába kellene járni Lasztocskának. Tamara Pavlova nagyon erőlteti az orosz nyelvet, hiszen ez tartja a boldogulás útjának. Lasztocska viszont mindenféleképpen moldáv iskolába szeretne járni. Lasztocskából egyébként felnőttként orvos lett, és egy bukaresti szülészeti osztálynak a vezetője vált belőle. Viszont a gyerekkori traumáival és gyerekkori emlékeinek a feldolgozásával még mindig küszködik. Valamint az is megnehezíti a sorsát, hogy ő maga is édesanyja lesz, viszont egy beteg gyermeket szül. Nagyon szívbe markoló ez a történet, rengeteg apró fejezetből áll, nagyon-nagyon rövidek ezek a fejezetek, alig fél oldalak vagy egy oldalak, és mindegyik kis emlékfoszlány főként arról a közegről mesél, amiben Lasztocska felnőtt, arról a társasházról, ahol egy nagyon-nagyon sokszínű, szinte ilyen multikulturális közeg volt található, de azért ezek az emberek a társadalom alján éltek, volt köztük orosz, ukrán, moldán, zsidó család is és gyerekek, és nagyon sok emléktörténet az ő történetükbe is, élettörténetükbe is bepillant. Nem egy könnyű olvasmány ez sem, hiszen rengeteg nehéz történet és trauma kerül felszínre ezekben a rövid emlékképekben, de azért Lasztocska mindenben próbálja meglátni a szépet is,
Úgyhogy egyszerre egy ilyen keserédes történet, de nagyon-nagyon súlyos traumákról is szól. Én alapvetően szerettem ezt a regényt, és azokat a témákat is nagyon fontosnak gondolom, amiket feldolgoz, akár az örökbefogadásról, akár a gyerekkori traumákról legyen szó. Nagyon tetszett egyébként az identitás kérdésének a boncolgatása, illetve ennek a identitásváltásnak a kérdésköre is, ami felmerült a regényben. Viszont be kell, hogy valljam, hogy nekem ezek a nagyon-nagyon rövid fejezetek egy picit nehézé tették az olvasást, ugyanis nagyon hamar kizökkentem egy-egy emlékfoszlányból, amit még úgy szívem szerint olvastam volna. Szóval személy szerint nekem ezek a rövid történetek kicsit kényelmetlenek voltak, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó könyv. Októberben olvastam egy nagyon-nagyon jó disztópiát is, amiről már beszéltem nektek az izlandi ajánlós videómban. Ez nem volt más, mint Sigridur Hagalin Björnsdottirtól a Sziget című disztópia, amely a Cser kiadónál jelent megpatat Bence fordításában. És bár egy disztópikus felütése van az egész történetnek, maga a cselekmény és azok a dolgok, amik történnek benne, az borzasztóan valósághűnek tűnt. A történet nagyon röviden arról szól, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan okból kifolyólag Izland egyszer csak el lesz vágva a külvilágtól, nincsenek infokommunikációs eszközök, a külföldre menő repülők és hajók eltűnnek, senki nem tud semmit a kintrekedt honfitársaikról, szóval Izland teljesen magára marad, és egy elszigetelt szigetté válik. És a regénynek a nagy része az azt mutatja be, hogy tulajdonképpen ez az izoláció, ez milyen következményekkel jár, és milyen káosz tud kialakulni azután, hogy hirtelen önellátóvá kell válnia egy olyan szigetnek, ami nagyon-nagyon nehezen élt meg a történelem során. Egy nagyon gondolatébresztő könyvről van szó, és rengeteg valósághű és félelmetes részt tartalmaz. Úgyhogy, ha nem olvastatok még a Szigetet, akkor itt a remek alkalom, hogy decemberben elolvassátok, hiszen a Könyvekkel a világ körül könyvklubunkban decemberben Izlandra látogatunk, és izlandi szerzőktől olvasunk. Szóval, ha nem olvastátok még ezt a könyvet, akkor ez is egy remek választás lehet a decemberi hónapra. És olvastam a hónapban még egy novellás kötetet is, Mécs Annától a kapcsolati hibát. Mécs Annának ez már a másik novellás kötete, az első az a Gyerekzár volt, amiért el is nyerte a Margó díjat. A kapcsolati hiba 2020-ban jelent meg, és egy tematikus novellás kötet, amelyben Mécs Anna azt mutatja meg, hogy az emberi kapcsolatokra milyen befolyással bír a technológia, ez hogyan férkőzik be a mindennapjaink közé. Nekem egyébként nagyon tetszett ez a koncepció, amit a könyv címe szerintem remekül visszaad, és tényleg rengeteg hatással, vagy rengetegféle módon tudja befolyásolni az emberi kapcsolatainkat a technológia. Viszont a kötet vége felé már picit úgy éreztem, hogy néha sok a kütyűből és az algoritmusból, és jó lett volna néha egy picit hátrébb lépni, de ettől függetlenül szerintem ez egy nagyon-nagyon jó novellás kötet, és rengeteg kedvencem volt köztük. Nagyon tetszettek azok a novellák, amelyek valamilyen szinten a munkai kapcsolatokat vették górcső alá, és volt egy másik kedvencem, a Falafel golyók című novella, amely az Instagram tökéletesség ellen szólt egy kicsit, illetve annak az árny oldalait mutatta be. A hónapban még belefért egy verses kötet is, és egy norvég szerzőnek a kötetét olvastam, aki nem más, mint Thor Ulven, és tőle a Türelem című könyvre esett a választásom, ami eredetileg 1987-ben jelent meg, viszont a magyar fordítás 2020-ban készült el, a 21. század kiadó Verzum kötetek sorozatában jelent meg, amelyben kortárs európai szerzőktől, költőktől jelentetnek meg verses köteteket, és Thor Ulven verseit Vajna Ádám fordította. Thor Ulven 1953-ban született Oszlóban, és tragikusan fiatalon, 41 évesen vetett véget az életének. Egy meglehetősen különc figurája ő a norvég irodalomnak, de egy megkerülhetetlen alakja. És a különbsége abból is fakad, hogy nem nagyon nyilatkozott a médiának, és egy elég visszahúzódó életet élt. Nagyon különleges élmény volt a verseit olvasni, mert egyrészt állat belőlük valami elementáris erő, valami időtlenség egyben, és keveredett a vad természet és a civilizáció a témákban. Úgyhogy tényleg egy egyedülálló csillag lehetett ő a 90-es években, és csak remélni tudom, hogy a további köteteit is fogjuk tudni olvasni magyarul is. Ezeket a könyveket olvastam októberben, és csak remélni tudom, hogy találtatok közte olyat, ami titeket is érdekel, és elolvassátok majd. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ma is, és megnéztetek ezt a videót, és találkozunk legközelebb egy következőben. Sziasztok!